annyira felemelő dolog, hogy az ember lelke is szárnyal, nem csak a teste, amikor táncol. Marával csodálatos, érdekes táncolni. Hetente két alkalommal minimum, nyári szezonban, télen minden áldott nap a jégpályán reggel találkozunk. Marát és Lacit közös hobbiuk a jégtánc hozta össze, és így lettek egymás táncpartnerei közel 6 éve. Sorsuk kísértetiesen hasonló. Azonos korúak, de az összhang ennél mélyebbről jön, mégpedig abból a tiszta életörömből, amit közös szenvedélyük táplál bennük. Nézzék csak őket! Nyugdíjba mentem, és elhatároztam, hogy rendszeresen kijárok a műjégre. Ugye a régi kötődés már nem volt annyi teendő, és hát itt beszippantott a Városligeti Jégtánckör. Lacit, akit a jégpálya bohócának neveztek, 52 éves koráig nem is igazán vonzotta a jégtánc. Azt mondta neki az unalmas, majd egyszer csak beállt a körbe. Két évig győzködtek, hogy álljak be jégtáncolni. Beálltam. A mai napig se tudtam abba hagyni. Ez nekünk egy életmód, egy életvitel. Tehát az egészséges életmód, a rendszeres karbantartás, a test és a lelki karbantartás is. Lacit pár éve egy komoly rákbetegségen is átsegítette kedvenc sportja, és azóta igazán a jégszerelmese. Nagyon nagy műtéten estem át, és akkor elhatároztam, hogy ha tehetem, éjjel-nappal a jégpálya leszek. Nekem ez a boldogság, ez a öröm, ez a kikapcsolódás, ez a szerelem, és nem is tudok mást elképzelni. Ezt tartja bennünk a lelket, és a testünket is ezt tartja karban.